Nagyon népszerű és új színfoltja, mondhatni ízfoltja volt a városban a pálinka flashmob. Az írsai Oliver pálinkát kóstoltam, és nagyon jó dolog ez a kóstoltatás, mert nagyon sokféle pálinkát meg lehet ilyenkor ismerni, amiből meg se gondolná az ember, hogy készülhet pálinka. Milyen különlegességet szeretne még megkóstolni? Hát talán a fekete medgyet. Az még nagyon csábító, így, mert még olyat egyáltalán nem is igazán láttam. Azt tudja, hogy ezek mind díjnyertes, tavalyi év díjnyertes pálinkái? Hát azóta tudom, hogy az előbb közölték velem, igen. De íz lett, amit kóstolt? Igen. Igen, nagyon kellemes sejmes íze van, nem kapar, nem mar, úgyhogy tényleg egy nagyon finoman elkészített pálinka volt. És a hagyományos karcagon azért a bírs, a barack, a szilva az a jellemző. Ön is ezeket szokta megkóstolni? Igen, igen. Eddig úgymond lehetőség nem igazán volt hozzájutni. Most így láttam, hogy sokkal többféle pálinka létezik, úgyhogy bármiből lehet pálinkát főzni. Milyen különleges pálinkákat tetszett kóstolni? Finomat. Nagyon finom. Én is szoktam venni a boltba ilyen szilvát, meg ha van valami másfajta. És mondjuk ilyen szőlő, meg ilyen különböző ágyas pálinkákat itt most kóstolt, tudja, hogy ezek mindegyik ilyen díjnyertes pálinka? Nem tudom, nem. A főtéren, a Nagyvénkertben, a kisföldeki városrészben jelentek meg a pálinka standok. Mit szól ahhoz, hogy most díjnyertes pálinkákat kóstolhatod? Kifejezetten örülök neki, legalább megkóstolhatom, hogy melyik, milyen ízű, milyen erősségű. Mi volt az, amit megkóstolt, mint különlegességet? Hát, ami nekem tetszett, az a fekete cseresznyés pálinka volt. Azt kifejezetten finomnak találtam. És egyébként a hagyományos ízeket szokta kóstolni? Nem, általában mindig a különlegességeket. Legutóbb például a mágpálinkát próbáltam, nem volt rossz. Mit szól ehhez a díjnyertes pálinkákhoz? Hát nagyon finomak. Nagyon finomak. Hát van lehetőség választani, lehetőség, az biztos. Hát különböző ízek vannak. Mi az, amit megkóstolt, és mondjuk korábban még nem, és azért kóstolta itt most meg? Hát a mostanit, amit most iszom, a cseszregit. Ezt még nem kóstoltam. Nagyon sok pálinkát ittam a életem során, de ilyet még nem ittam. Nem sikerült. És itt van bírstól kezdve körte. Mi a kedvenc egyébként? A kedvenc nincs, mindegyiket megiszom. És mondjuk cigánymegy van még itt, ami ilyen különlegesebb, azt megkóstolná? Megfogom mindjárt azt is. Mit szólt ahhoz, hogy itt különleges pálinkákat lehet most kóstolni? Köszönöm szépen a lehetőséget, és örülök neki, hogy ilyen rendezvény lesz itt Karcagon. Mit kóstolt meg? Én a írsai szőlőpálinkát kóstoltam meg a bírsalmát. Egyébként mi a kedvence? Melyik íz? Én szilvát szeretem a legjobban, a szilva pálinkát. És itt azért még van egy-két különleges, azt megkóstolnám, mondjuk a cigánymedgyet? Az biztos, a medgypálinka is biztos finom, főleg az, azt még nem ittam. Vagy fekete ribizli? Az is biztos finom. Sok fajta van, az a lényeg. A helyieknek nagyon ízlett nemzeti italunk.